Meghatott tekintetek, boldog gyermekarcok. Ilyen élményben volt részünk karácsony előtt néhány nappal, amikor a Pápai Médiacentrum munkatársaiként 10 karácsonyfát adhattunk át rászoruló családok számára. Csapatunk első alkalommal kezdeményezett jótékonysági programot a szeretet ünnepén. A Pápai Médiacentrum ebben az évben nagyon sok olyan dologgal próbált készülni karácsonyra, ami vagy ajándék, vagy meglepetés, vagy a rászorulóknak mindenképpen segítségnek számít. Először indítottunk egy játékot, amelyben értékes ajándékokat rejtettünk el a város különböző pontjain. A rádióban volt a felhívás, valamint a Facebookon, és nagyon sokan örömmel keresték az ajándékot. Volt olyan, ahol megrohanták a helyszínt, de minden kirakott ajándékot perceken belül megtaláltak. Ezen kívül indítottunk egy olyan kezdeményezést, hogy összegyűjtöttünk 10 olyan rászoruló családot, akik nehezebben tudják megtartani, megünnepelni a karácsonyt. Több gyerekkel vannak, kisnyugdíjasok kevesebbet keresnek. Úgy gondolom, hogy ezzel örömteli karácsonyt tudtunk szerezni azoknak is, akiknek kicsit nehezebb. A Kisfák Nagy Szeretettel elnevezésű akciónk keretében hallgatóinkat, nézőinket és olvasóinkat kértük arra, hogy javasoljanak olyan pápai családokat, akik számára segítséget jelent egy ajándékba kapott karácsonyfa. S míg a javaslatok beérkeztek, stábunk tagjai a Bakonyerdő ZRT Bakony-Szent László melletti karácsonyfa telepén kiválasztották a fenyőket, melyeket aztán megvásároltunk. Az állami erdőgazdaság munkatársai szeretettel segítettek a választásban, mi pedig már a kisfák mellett megfogalmaztuk jó kívánságainkat. Szeretném, hogy szentest a kisgyermekek állnák körül ezt a fát. Remélem, hogy karácsonykor valakinek örömet szerez majd ez a fa. Remélem, boldog karácsonya lesz annak a családnak is, ahova ez a kis fa kerül. Legyen boldog karácsonya annak a családnak, akihez ez a fa kerül. Hidegben és hóban vágjuk ki ezt a kis fát, de remélem egy meleg szobába lesz karácsonykor. Az ünnep előtt néhány nappal aztán megkezdtük a fák kiszállítását a családokhoz. Ebben a Boroszlán ZRT volt a segítségünkre, mely felajánlásként biztosított egy szállítójárművet és egy erős kezet. De nem csak a karácsonyfákat vihettük ajándékba. A Gázcentrum nagy zacskó szaloncukorral kedveskedett a családoknak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat pápai csoportja pedig élelmiszercsomagot biztosított. Így keltünk útra. Boldog karácsonyt kívánok! Jó napot kívánok! Szia! Egy karácsonyfát hoztunk. Vigyázz, mert bő! Szép! Szép lesz? Hát még ha majd földíszíti a Jézuska. Igen. Nagyon bők. Ám! Mi a Máltai Szeretett Szolgálattól hoztunk egy kis csomagot, boldog karácsony. És hogy legyen mit tenni rá, vagy a kisgyerekeknek a karácsonyi fa alá egy kis szaloncukor szeretet? Legyél egyet!
boldog karácsonyt kívánunk önöknek, és van még ajándékunk. Legyen mit rá tenni, egy kis szaloncukor. Gyerekek, mit tudom. Jaj, nagyon nem tudom, hogy hova hagyjam, ez pedig a Márton szeretett szolgálatot, és nagyon szép, boldog karácsony. Viszont boldog karácsony. Boldog karácsony. Kívánok. Jó napot kívánok! Köszönöm. Csak ideig jövünk az ajtóig, jó? Fogadjátok sok szeretettel! Hoztunk egy kis szaloncukrot, meg ami jó lesz még a konyhában, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattól. És nagyon boldog karácsonyt kívánunk köszönjük önöknek. Köszönjük, és önöknek is. Mondjátok kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek. Boldog karácsonyt kívánunk nektek. Örültem picinyek ennek a szép napnak. Sajnos ebben a válságban, ebben a helyzetben, amiben most itt az egész országban, én ezt nagyon jobb találom. Ez olyan érzés, amikor azt érzed, hogy még vannak még jó emberek, tehát gondolnak még másokra. Pedig most nagyon nehéz. Mindenkinek nehéz. A kisfenyők minden jutottak új otthonukba, hogy boldogabbá tegyék a családok karácsonyát, számunkra pedig felemelő érzés volt, hogy örömet szerezhettünk a szeretet ünnepén. Láttam az arcokon, hogy nagyon örülnek neki, és főleg ott, ahol kisgyerekek is voltak, hát megható volt.